az ember hogyan tud felkészülni a hőségben egy versenyre? Én is köszöntöm a kedves nézőket. Nagyon nehezen. Nagy akarat kell ahhoz, hogy akkor, amikor legszívesebben a légkondis lakásban hűsölne az ember, míg kimenjen az erdőbe és futkározzon. Amikor már kim vagyunk, és az első lépések megtörténtek, akkor azért már könnyebb, de tényleg ez a kimenni az erdőbe és rászánni magunkat, ez nagyon nehéz. Július elején voltunk Hegyközszent Miklóson, romániai terület. Oda még nehezebb volt, most a hétvégén Szlovákiában volt egy 4 futamból álló verseny, a Karszkupa. Oda annyiból volt könnyebb a felkészülés, hogy előtte 2 hétig Nógrád megyében voltunk a hegyek között, és ott legalább az éjszakák kellemesen hűsek voltak, volt olyan, amikor 12 fokra is lehűlt a levegő, tehát lehetett éjszaka nyugodtabban pihenni, és napközben is találtunk olyan árnyékosabb részeket, ahol tudtunk egy kicsit kocorászni. Akkor beszéljünk először a korábbi versenyről, arról mit kell tudni, milyen terepen zajlott, nehéz volt-e, és milyen eredménnyel ért haza. Hegyközszent Miklósra már évek óta járunk, ez tulajdonképpen egy kicsit fesztivál is, nem csak verseny. Örülünk egymásnak, tájfutók, hogy végre találkozhatunk. Ez különösen most a vírus mizéria után még inkább igaz volt. A pénteki este kezdődik egy éjszakai versennyel, amikor is sötétedés után indítanak bennünket. Ez inkább sík terep, kisebb buckákkal, erdős, vizes részeken, de most ott is nagyon kevés csapadék volt, így nagy vízfoltokkal, mocsarakkal nem nagyon kellett számolni. A szombati napon volt az egyéni verseny, a vasárnapi nap pedig egy csapatverseny, amikor is a kedves férjemmel alkottunk egy csapatot. 2 fős csapatversenyekről van szó, és az eredményünket együtt értékelik. Milyen volt együtt versenyezni? Az első ellenőrző pontig kellett együtt futnunk, utána más-más ellenőrző pontokat kellett felkeresni, azt gondolom, hogy ez így tökéletesen jó volt. Nem, egyébként nem szoktunk ebből ügyet csinálni. Az éjszakai verseny egy részét is közösen teljesítettük, és ott is nagyon jól megegyeztünk. Az éjszakain a közepes erősségű pályát választottam, azok közül, a hölgyek közül, akik ezt választották, én első lettem. Meg is lepett egy kicsit, mert tőlem sokkal fiatalabb hölgyek is voltak az ellenfelek között. A nappalin a korcsoportomban szintén első lettem szombaton, és nagy meglepetésemre és nagy örömömre a kedves férjemmel együtt is sikerült egy dobogós helyet, másodikok lettünk a csapatban vasárnap. Beszéljünk akkor a közelebb, ami most volt, az még gondolom egy picit közelebb vannak az emlékek is, élmények is. Igen, még a sebeket is jobban őrizgetem. Csütörtökön mentünk át a nyaralásból, Krasznahorka váralján szoktunk ilyenkor megszállni, és már aznap lehetőség volt megismerkedni a versenytereppel, illetve egy ahhoz hasonló területen, a szilicei fensíkon van úgynevezett terepbemutató. Kapunk egy kis térképet, néhány ellenőrző pont van bejelölve rajta, és akkor kedvünk szerint fölkereshetjük őket, ismerkedhetünk a térképjelölésekkel, a tereppel. Pénteken délelőtt volt az első futam, az a Pelsőci fensíkon, egy olyan közel 600 méter tengerszint feletti magasságban egy hatalmas nagy plató, egy fensík. Nagyon változatos, nagyon-nagyon sziklás. Az, ami nekem veszélyes, mert hogy október végén összetörtem pont egy szikla miatt a térdem,
ezért nekem ez eléggé veszélyes terep volt, de nagyon figyeltem többrökkel, nagyon szabdal, tehát ilyen hatalmas nagy mélyedések, sokasága. Ha az ember az irányt egy picit is elnézi, akkor már egy másik többörnél van, és onnantól nagyon nehéz helyre tennie magát. Én biztonsági futásra mentem mindegyik alkalommal, részben a térdemet védtem, részben pedig, hogy ne hibázzak, mert utána tényleg nagyon nehéz helyre tenni. Ez jó érzés volt, megnyertem ezt az első futamot. Innentől kezdve nagy volt az izgalom bennem, hogy hogyan tudom a stresszt kezelni, hogy ne menjen át egy túlzott idegességbe ez a helyezés, a helyzet, mert ha nagyon izgulok amiatt, hogy vajon a többi három futamban hogy teljesítek, meg tudom-e őrizni ezt a helyezést, akkor lehet, hogy pont hibázok. Azt gondolom, hogy most a nyaralásnak is nagy szerepe volt ebben, hogy pihentebb voltam, és sikerült mindegyik futamban higgadtnak maradni. Szombaton délelőtt szintén a fensíkon futottunk szakadó esőbe. Borzalmas, tényleg mintha Dézsából öntötték volna. Mire kiértem a rajtban, már teljesen eláztam, mire a rajtból a pályára kiléptem, addigra már nem volt rajtam egy száraz terület sem. Úgyhogy izgalmas volt szemüvegesként, meg különösen nagy kihívás volt, úgyhogy eleinte alig tértem magamhoz, de utána sikerült összeszedni magam. Délután egy kicsivel már jobb volt, kisebb esőben futottunk a Betléri Andrássy Kastély parkjában. Ezt a terepet nagyon szeretem, mondjuk a másikat is, de ez sokkal kevesebb veszélyforrást jelentett számomra. Itt második voltam, néhány másodperccel kaptam ki, volt egy apróbb hibám, és itt ez olyan gyors pálya, ez a kastélyparki pálya, hogy itt minden apró hiba már helyezésbe kerülhet. Hát aztán vasárnap volt izgalmas, ugyanis kiderült, hogy összetettben őrzöm az első helyem, és a feladat az volt, hogy egy biztonsági futással ezt még tovább megőrizni. Megint leesett az eső, és megint csak szakadó esőben kellett a pályám egy részét végigfutni. Nem lettem első aznap, de azt sikerült elérni, hogy az összetett első helyemet megőriztem. Az ember ilyenkor, amikor hazajön, átértékelődik benne, hogy biztos, hogy akarom én ezt legközelebb is ilyen esőben? Igen, akkor még haza se kellett jönni, már megfogalmaztam magam, hogy biztos normális vagyok-e. De mikor az ember ekkora kihívásnak megfelel, akkor az egy olyan jó érzés már. Persze nagyon kellett figyelni arra, hogy a verseny hevében ne felejtsem el azt, hogy azért az egészségem fontosabb. Tehát meg kellett találni azt a középutat, hogy jól teljesítsek, de azért az egészségemre is vigyázzak. Mindig átértékelem magamba, de mindig oda jutok ki, hogy nekem ez kell. Ez a kihívás, ez a kikapcsolás, ez a sikerélmény nekem fontos.